Mintegy fél órás volt Székesfehérvár csütörtöki közgyűlésének nyílt ülése. Az első napirendek között foglalkoztak a képviselők a lakásrendelettel kapcsolatos kérdésekkel. Egyrészt döntöttek a már korábban megállapított bérleti díjakhoz igénybe vehető támogatásokról, másrészt elfogadták azt a javaslatot is, amely szerint Székesfehérvár polgármestere felterjesztési jogával élve kezdeményezze az országgyűlésnél a lakástörvény felülvizsgálatát. Kiírta a képviselőtestület a közbeszerzési eljárást a főutca ivóvíz és szennyvíz hálózatának felújítására, valamint arról is döntöttek, hogy a csatorna beruházás munkálatait nyomon követi a jövőben a Fejérvíz és a Városgondnokság is, mint az a két cég, aki a későbbi üzemeltetést végzi. A hagyományokhoz hűen idén is csatlakozik a város a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz 5 millió forinttal. A pályázat segítségével a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fehérvári fiatalok számára szeretnék elérhetővé tenni a felsőoktatásban való részvételt.